Szóval ez a mi kis apartmanunk, szolid méretű konyhával, és akkor innen nyílik terasz, itt egy apartman, ott egy réka, és ott egy kicsi labba. Zseniális ez a bortartó, össze van forrasztva egy ilyen régi szoba, és akkor ez lesz a mi videóvalunk. Egy kis szolid látvány van a teraszunkról. Brixen első írásos említése 901-ből származik. Volt már egy pápájuk 1048-ban, és sokáig a német-római birodalomhoz tartoztak. Azután vannak felbomlásakor a Habsburg birodalomhoz kerültek, és aztán, ami az első világháború lezárása után Dél-Tirolt Olaszországhoz csatolták. A város az olasz Alpokban egy völgyben található, Bolzánótól 40 kilométerre, Rejz és Rejszág folyó találkozásánál fekszik. Olyan nevezetességei vannak a városnak, mint például a püspöki palota. Reneszánsz épület, amely jelenleg az Egyháztörténeti Múzeumnak ad helyet. Igen részletes kiállításokon látható az egyház történelme, múltja, jelene és jövője. Próbált gyűjteni, ugye? Sikerült a harmadik emeleten eljutni odáig, hogy nem csak vallási jelenetek, hanem a fali kárpitok végre a hétköznapokról is szólnak. Mint itt ez a vadászat. A város egy másik látványossága a Dómtér, és rajta a Dóm, melynek a monumentális középkori épületét átépítették a 18. században barokk stílusba. Az árkádjába a gótikus freskók még a 14.-15. századból származnak. Igen. Tirol gyönyörű erdőségei lehetőséget adnak a természet szerelmeseinek is természetesen egy kis kirándulásra. Most felvonóval elindulunk a Plóze-hegy csúcsára, az 2552 méter magasan van. Valahol ott van mögöttünk a sífelvonó. Hát innen icipicinek látszik. Meine Figur, ein Wunder der Natur. Ich bin so staunt und auch so wild. Ich treibe es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, scheint die Hausmesse es am Brunnen an. Tirolban járva az ember nem kerülheti el, hogy lépten nyomon ne fusson bele várakba, mint például az ősi lovagi várba, Rodenek várába.
Klausen kolostorát egy bizonyos Hartmann nevezetű először prépost volt, aztán kinevezték Brixennek a püspökévé. Ő alapította 1142-ben. Úgynevezett kenyérvásárban. Brotmark, abból lehet észrevenni, hogy mindenhol kenyeret és különböző pékárukat árulnak, és hozzá jó sör. Knédl, spinát, knédl, kézik, knédl, spek, brót, kézik. Merendel. És ez is ilyen olvasztó sajtos fűszeres varázslat. Ez meg az apfel strudel. Sieht man mich auf jeden Berg im Tiroler Land. Hola die, mit meinem Rucksack. Hola die, auf der Höhe. Hola die, ohne Rucksack. Hola die, tu nicht gehen. Hola die, und mein Magen. Szóval valahogy így néz ki egy igazi Gasztörgele Klausenba. Regenschutz und Wanderkarten, Almrosen für mein Schatz, Unterhose.